A csíkszeredai születésű Ince Tamás driftversenyző kiskora óta rajong ezért az autósportért. Egy igen költséges és veszélyes sportról van szó, 25 éves kora ellenére ő és gyergyói csapattársa Sándor Szilárd azok, akik hivatalos driftlicenszel rendelkeznek Hargita megyében. Nekem olyan 13 évesen kezdődött ez a szerelem, ez a sport iránt. A Brassó mellett található Prázsmári pályán volt szervezve egy Európa-bajnokság, és oda jutottam el, mint néző természetesen, és akkor lett ez a nagy szerelem. Akkor a ponttól döntöttem el, hogy én ezzel nagyon-nagyon szeretnék foglalkozni, nyilván, hogy akkor még elég kicsi voltam hozzá, de attól a ponttól mind a mai napig ezen dolgoztam, tényleg mindent feláldozva, hogy ide eljussunk, hogy tudjunk versenyezni az országos bajnokságban meg, akár egy kis szerencsével az Európa-bajnokságba is. Ez a sport tulajdonképpen egy irányított sodródás az autókkal. Általában úgy szokott történni a verseny menete, többnyire háromnapos egy verseny. A pénteki nap, tehát hétvégére esik, a pénteki nap az általában szabad edzés szokott lenni, a szombati nap pedig a nap elején az edzés, és délután kell a kvalifikációt csinálni. A kvalifikáción minden versenyző egyedül teljesíti a pályát, amikor kell minél több pontot szerezni tulajdonképpen, hiszen a kvalifikáció határozza meg az úgynevezett piramis rendszert. És a vasárnapi nap, ami a tulajdonképpeni versenynap, akkor lesz az, hogy piramis rendszerben, tehát ugye az első az utolsóval, a második az utolsó előttivel, a kvalifikáción történő sorrend alapján kell pedig úgynevezett párbajokat vívni. A párbajok azok egy kicsit érdekesebbek, mivel ott két autó megy egymás mellett, ugyanúgy egy irányított sodródásban, úgynevezett driftben. Persze a pályát minél helyesebben kell teljesíteni, és nagyon-nagyon sokat számít a két autó közti távolság. Na már most ebben az érdekes része az, hogy nagyon sok esetben akár 100 km/h fölötti sebességgel is megyünk, a két autó közt sokszor ilyen 20-30 centi távolság van. És mindemellett persze a pályára fel vannak festve ilyen úgynevezett érintési zónák, és azokra kell rácsúszni. Ezekben megint a veszélyes része, hogy sok pályán van olyan érintési zóna, amit teszem fel egy betonfaltól, van egy 20-30 centire szintén. Azok érdekesek tudnak lenni azért, úgy veszélyesnek is mondanám egy kicsit, de olyankor az izgulás is másabb, mint egy minden nagyobb terű pályán. Itthon edzeni nincsen lehetőségük, ezért a verseny előtti napokban látják először azt a csapatával, hogy milyen pályán kell végigmennie. Többnyire ott találkozunk a pályával először, sajnos itt a zónában nincsen edzés lehetőségünk, meg a soron következő pályákon való edzésre meg nem szokott lenni anyagi keret, ez az igazság. Úgyhogy az igazság az, hogy nekünk többnyire edzés nélkül folynak ezek a versenyek. Tehát oda megyek akár most az utolsó etapon is, a döntőben, ami volt, az is egy teljesen új pálya volt, soha nem találkoztunk vele. Ez persze megkétszerezi a kihívás mértékét, hiszen van szűk másfél nap megszokni a pályát, összeszokni az autóval az új pályán. Idén először vett részt az első profi drift versenyén. Idén volt az első profi versenyünk, az első májusban volt megszervezve Transzilvánia Motoringen Vásárhely mellett, az első országos drift verseny, ahol a Pro 2-es kategóriában indultunk. Óriási izgulással fogtam neki ennek a versenynek, tehát rengeteg néző van, amit meg kell szokni, nekem ez volt egy picit nehézség, az izgulás legyőzni, meg rengeteg olyan versenyző volt ott, aki tulajdonképpen nekem néhány éve még egy úgynevezett példakép volt, most meg ugye egy versenyen, egy pályán versenyeztünk az egykori példaképeim ellen. Nagyon nagy nyomást éreztem, viszont egy kis szerencsével sikerült első helyet kvalifikáljunk a legeslegelső versenyen, ami hatalmas öröm volt úgy nekem, mint az egész csapatnak. Tehát már a kvalifikációt követően még be sem léptünk az éles versenybe, de már a kvalifikáción sírás volt az egész csapatnak, nekem is. Tehát nagy öröm volt, hogy a legeslegelső profin ilyent elérni, és minden körülmény ellenünk szólt. Tehát a kvalifikáció előtti köröm, tehát a kvalifikáció köröm előtt 10 perccel elerett az eső, meg ilyenek, ami nem segít ebben a sportban, tehát rengeteg nehezítő körülmény volt, de sikerült jól helytállni és leküzdeni azt a rengeteg izgulást.
Csapatában van, aki az autó szereléséért vállal felelősséget, más a navigálásért, valamint Tamás párja abban segít, hogy a versenyző mentálisan tudjon koncentrálni 100%-ig az előtte álló feladatra. Hárman vagyunk tulajdonképpen a csapatunkban. Van András Zsolt, persze barátaim. Van András Zsolt barátom, aki mondanám úgy, hogy a mindenes, tehát ő szereli az autót, ha bármi probléma van, volt rá példa. Nagyon sokszor sajnos, főleg a szezon közepén. Ugye rengeteg kerékcserével jár a drift, tehát általában 3-4 körönként hátul kereket kell cseréljünk. Ezt teljes mértékben ő végzi ezt a feladatot. Van Csóti László barátom, aki úgynevezett spotter szerepet tölt be, az egy igazából egy ilyen navigátor szerep, viszont a driftben nem szabad ugye anyósülésen legyen senki velünk. Tehát a driftben a navigátor úgy szokott segíteni a pilótának, hogy kintről nézi, hogy mi történik. Folyamatosan kommunikálunk egyébként fülessel, folyamat beszél hozzám, amíg teljesítem a pályát, vagy akár párbajokban is, hogy mit tudjak javítani a következő körre, főleg olyankor, amikor ugye nem tudunk kiállni a depóba, az folyamat kommunikál velem, nézi, hogy kintről, hogy tudjuk a maximumot kihozni az autóból és a pályából is. És persze van a kedves párom, aki rengeteget segít nekem pszichológiailag fejbe nem szétesni, mert tényleg nagyon nagy nyomás tud lenni egy ilyen versenyen, és nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy rendben legyek, tudjak koncentrálni, ne essek ki a ritmusból, bármi történik, egy műszaki hiba, egy ilyesmi, akkor nagyon-nagyon nehéz nyugodtnak maradni, és koncentráltan visszamenni a pályára, hogyha megoldódik a probléma. Viszont a csapatra visszatérve van egy nagyon kedves ember, Miklós László, aki szintén egy versenyző, egy nagyon nagy tapasztalattal rendelkező pilóta, aki nekem nagyon sokat segített a pályámon, hogy itt lehessünk, akár tanácsokkal, akár a versenyeken, akár az autó felkészítésében rengeteg olyan szakmai dolgot oldott meg az autón, amit nagyon kevesen tudtak volna megoldani. És neki is a csapata, tehát itt is említeném meg neki Dán Norbit, aki szintén szerelő szerepet tölt be. Ha bármelyikünknek probléma volt az autóval az etapok közepén, akkor tulajdonképpen mindkét csapat ugrott a másikhoz, és próbáltuk megoldani az adott problémát minél hamarabb, mert elég szűkös az idő ott az ilyen problémákra. Ince Tamás bemutatta nekünk az autót, amellyel versenyezni szokott. Érdekesség, hogy ez az autó 3 évig készült, előfordult, hogy 3 munkát is vállalt annak érdekében, hogy finanszírozni tudja ezt. Amikor elkészült, Tamás még csak edzeni sem tudott vele a versenyek előtt, hiszen az országban csak néhány pálya van, ahol ezt meg lehet tenni, és az anyagi keretbe ez már nem fért bele. Nagyon-nagyon összetett a felépítésük ezeknek az autóknak, de kezdeném az első és legfontosabbal, a biztonsággal. Hát rengeteg-rengeteg biztonsági előírásnak kell megfeleljenek ezek az autók. Első és legfontosabb a bukócső benne, a bukókeret, ami ugye akár egy borulásnál, vagy főleg a drift autókban ez a típusú bukócső egy oldalütközésnél úgymond menti meg az életünket. Persze minden FIA homológ kell legyen benne. Ugye a bukócső, ugye kagylóülés kell legyen benne, 6 pontos biztonsági övvel, minden persze a szabályzatnak megfelelően kell legyen befogatva az autóba. Ezek jó érdekes apróságok, amit nagyon át kell olvasni, mielőtt az ember neki fog egy ilyen autónak. Kötelező, el kell legyenek látva a poroltórendszerrel, amit a pilóta is tud bentről aktiválni, vagy Isten őriz, hogyha pilótával valami történt, akár egy ájulás vagy ilyesmi, akkor van egy olyan funkciója, hogy kintről is akár egy versenybíró, akár egy mentős tudja aktiválni. És mindemellett ugye van egy árammegszakító is az autóban, ami szintén kintről és bentről is aktiválható. A drift, mint szakma, elég szabad kezet hagy az autóépítésében olyan téren, hogy nincsen sem alsó, sem felső lóerő korlát például. Hát ugye a legtöbb motorsport többnyire a teljesítményben kategorizálódik, a drift az nem. Tehát a drift egyáltalán nincsen kategorizálva, mint motorerő, az teljesen szabad kéz van hagyva mindenkinek ki, amennyit szeretne, vagy amennyire futja, annyival tud menni. Ez az autóm az eddigiekhez képest egy teljesen más iskola, egy teljesen más szintet képvisel, tehát tulajdonképpen ez az első olyan autóm, ami minden
világszinten bárhol, bármilyen bajnokságban megfelel minden előírásnak, tehát értem ezt főleg a korábban említett biztonsági előírásoknak, mert azok nagyon sokba kerülnek. Körül 4-5 autón volt, amíg eljutottunk idáig. Többnyire gyári autók voltak amúgy kisebb módosításokkal, ami elősegítette a driftet, de mindenképpen a gyári közelinek mondanám, mint ezt például. A jövőbeli terveiről is mesélt a versenyző. Az autót szeretnék fejleszteni, hogy fel tudják venni a versenyt a továbbiakban is a pályán. Jelenlegi támogatói Vargyasi Zoltán a VRT Parts-tól és Dósa Huba a Galaxy Trade Autoparktól. Az elsődleges cél per pillanat az lenne, hogy az autón kellene egy picit erősíteni, fejleszteni motorerőben, mivel eléggé le vagyunk maradva a mezőny nagy többségéhez, vagy átlagát tekintve lóerőben. Tehát az autó 400 lóerő, de így is elég hátul vagyunk a ranglétrán, mint motorerőből. Tehát ez lenne az elsődleges szempont. Reménykedünk benne, hogy Tamás a jövőben is nagy sikereket fog elérni ebben az autósportban, valamint hogy további támogatók fogják őt felkarolni, hogy megvalósíthassa az álmait.